ezekben a cégekben mi egyáltalán nem látunk bele, évente kapunk egy beszámolót, már a költségvetés elfogadás után, de például a cégek alcégeiben ez a tipikusan a zsák a zsákja, tehát a vagyonkezelőnek van egy média cége, a vagyonkezelőnek van egy piac cége, és ezeknek a működésébe, meg aztán végképp nem látunk bele, hisz, hogy csak annyi van benne, hogy az a cég elfogadta a másik cég beszámolóját, de már se a vezetésben, se a vezetők kinevezésébe, és aztán részletekben meg végképp nem látunk bele. Kammerer Zoltán azt mondta, hogy erre most nincs pénz hogy közvetítsük a testületi üléseket. Ugye korábban ez, ez éppen a Momentumos polgármester, az ellenzéki városvezető vezette be, mert a Fideszes 2019 előtti helyzetben sem volt a testületi ülések közvetítése, nem valósult meg. Tehát vannak hiányosságok a tekintetben is, hogy a gazdálkodás költségvetés és egyebek, azok mennyire frissek, a legújabb közbeszerzések fenn vannak el honlapon. Tehát azt tudom mondani, hogy korábban, mert ugye ez egy három éves vizsgálat volt, hogy 2019 óta mik kerültek fel a honlapra, szóval korábban azért korábbi adatok fenn vannak, és most azért vannak hiányok. Úgyhogy így felemás az átláthatósága most a Gödi önkormányzat működésének. Köszöntöm a kedves nézőket! Ez az átlátszó podcastnak egy rendkívüli adása. A K Monitorral közösen az önkormányzati átláthatóságnak járunk utána. Ez ennek a sorozatnak a második része. Vendégeim Bodnár Zsuzsanna a Gödért Egyesület képviselője, illetve nem mellékesen az átlátszó egyik újságírója, illetve Várnai László a Civil Zugló Egyesület önkormányzati képviselője, nem meglepő módon Zuglóban a 14. kerületben. Sziasztok! Szervusztok! Mm, beszéljünk úgy kicsit általánosságban az önkormányzati átláthatóságról. Ugye a podcast első részében önkormányzati részről foglalkoztunk ezzel a témával. Ott Hont András vendége Borbás Gabriella volt a Józsefvárosi önkormányzattól, illetve a fővárosi főjegyző, illetve egy K-monitoros kollega Pósvai. István, most pedig ugye itt vagytok ti ketten, ilyen úgymond kukacoskodó civilek, akik a hivatalban lévő polgármester és képviselő testülettől próbáltok megtudni különböző információkat. Kezdjük Göddel. Ugye ott, amiről tudunk, amiről hallunk folyamatosan a hírekben, az a Samsungnak az akudjára. És ugye Kamerer Zoltán a polgármester, aki Se nem Fideszes, se nem más párté hivatalosan, de ugye, ugye mégiscsak az a hír járja, hogy Fidesz közeli. Milyen az átláthatóság, Gödön Zsuzsa? Hát itt az a nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy tulajdonképpen a honlapon lévő információk, az az, az, az értékelésünk alapján 60 százalék lett, és ez abban a bizonyos Pest megyei, 13 Pest megyei település esetében nem rossz helyezés, tehát információk vannak a honlapon, de azt azért érdemes hangsúlyozni, hogy ugye az általad említett Kammerer Zoltán az egy időközi választáson ö, ö, győzött, mert lemondott az ellenzéki városvezető, és az a, az a honlapfejlesztés, ami történt ö, az, az előző ellenzéki város vezetésnek és annak a csapatnak volt köszönhető. Tehát majd, hogy nem azt mondhatom, hogy az, amit, amit hiányosságként tapasztaltunk, tehát például a testületi ülések közvetítése terén, az, 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 az volt negatív, mert ugye Kammerer Zoltán azt mondta, hogy erre most nincs pénz hogy közvetítsük a testületi üléseket, ugye korábban ez, ez éppen a Momentumos Polgármester, az ellenzéki városvezető vezette be, mert a Fideszes 2019 előtti helyzetben sem volt a testületi ülések közvetítése, nem valósult meg. Tehát vannak hiányosságok a tekintetben is, hogy a gazdálkodás költségvetés és egyebek, azok mennyire frissek, a legújabb közbeszerzések fenn vannak el honlapon. Tehát azt tudom mondani, hogy korábban, mert ugye ez egy három éves vizsgálat volt, hogy 2019 óta mik kerültek fel a honlapra, szóval korábban azért Korábbi adatok fenn vannak, és most azért vannak hiányok. Úgyhogy így fele más az átláthatósága most a gödi önkormányzat működésének. Igen, azt azért mondjuk el, hogy ez a felmérés, amit említettél, ez egy civil szervezetek által elvégzett felmérés. Ugye a podcastunk témája az Ez a Minimum című programhoz kapcsolódik, amit hosszú-hosszú, lassan tíz évvel ezelőtt indított el a K-monitor, a TI Magyarország, illetve az Átlátszó, <kül> és ugye ehhez lehetett csatlakozni képviselőknek, önkormányzatoknak, és aki ehhez csatlakozott, az vállalta, hogy átláthatóbbá teszi a működését, kirak a honlapra olyan információkat, amiket ki kéne rakni egyébként is a törvény szerint, és még plusz dolgokat is, hogy minél inkább az állampolgárok, újságírók, civilek, aki akar tudjon tájékozódni. Tehát ennek a programnak az értékelése az idén márciusban zárult le, viszont a K-monitor, a TI és az átlátszó gödöt nem vizsgálta, mert ugye aki ezt aláírt az előző momentumos polgármester, ugye ő már nem polgármester, tehát nem volt erre ok ezért Göd és több más Pest megyei település értékelését ugyanezen szempontok alapján civilek ti végeztétek el. És van nálam egy kis puska, meg készültem is természetesen a műsora, tehát azért egy javulásul én be tudok számolni, mi szerint idéntől, már fent vannak a Gödi önkormányzat honlapján azok az információk, hogy hogyan tudnak a kedves állampolgárok közérdekű adatot igényelni. Tehát ez valami elképesztő fejlesztésnek tekinthető. De korábbi közérdekű adatigényések eredménye az nincs fenn. Tovább sem, mert éven, ugye ez sok esmény kormányzatnál így volt. Ugye ez, ez nagyon klassz dolog, és ez egy új dolog, hogy civil szervezetek vettek részt ebben az értékelésben. Ez egyébként a civil kollégium alapítványnak köszönhető, mert annak van egy Pestményi térségi hálózat, és a legtöbb civil szervezet, ez tagja ennek a hálózatnak, és vállalták ezt A egyébként elég nehéz munkát. A Gödért Egyesület részéről egyébként én végeztem ezt a munkát, tehát hogy értékeltem pontokkal az átláthatóságot. És még annyit érdemes hozzátenni. Hogy a K-monitor természetesen ellenőrizte is, és az önkormányzatoknak, tehát polgármesternek, jegyzőnek volt lehetősége arra, hogy a civilek által észrevételezett dolgokat javítsák. Tehát kaptak bőven időt arra, hogyha van valami hiányosság az önkormányzati honlapon, akkor, akkor ezt pótolják és kiegészítsék a honlapot, és azért ezt a cikkbe beleírtuk, hogy hát erre azért a 13 település közül nem mindenki Herten. reagált, heten és van, nem is reagált és igen. között van Göd is. Tehát uh -huh. ugye én azt pontosan tudom, hogy kétszer is elküldtük a jegyzőnek és kamerápolgármester úrnak, hogy ezeket a hiányosságokat tapasztaljuk, de mondjuk azt örömmel hallom, hogy akkor a és módja, az most már fel van. hát, van. Tehát, hogy valami pozitív, valami amit pozitív, igen. is mondjunk, igen. Laci, te nagyon régóta önkormányzati képviselő vagy zuglóban. Én emlékszem arra, hogy tíz évvel ezelőtt, amikor még papcsák Ferenc Fideszes mm -hmm. politikus volt Régi szép idő. Úgy-úgy, ő volt a polgármester, akkor például közérdekű adatigényléssel derült ki az is, hogy papcsák úr közel két millió forintért csináltatott magának a polgármesteri hivatalba egy külön bejáratú... Mostodot, illem helyett mosdót, igen, mondjuk ilyen rádió képesen, Tehát, hogy neked már azért van rutinod az önkormányzati ügyekben, ugye, papcsák után volt Karácsony Gergely a polgármester, és most pedig 19 óta Horváth Csaba az MSZP-től, hát, igen. Hát, hát, sokszor sokszor gondolom, hogy a történelem, ha ezeket a kis tűnő embereket a történelemhez csatoljuk, megismétlő magát, én emlékszem 13-ban, Papság Ferenc egy közvéleménykutatást önkormányzati pénzből, és mivel hogy ez rá negatív eredményeket mutatott az ő népszerűséget illetően, ezt egész egyszerűen nem adta ki a jegyző. És akkor közérdekű adatként kikértük, és elküldtek egy beszkennelt lapokat, tehát hogy ilyen egyszerű fotókat, a egész egyszerűen hiányzott mondjuk a hetedik oldal, a nyolcadik oldal, tehát a kínos lapok egyszerűen ki lettek hagyva. Eltelt 10 év, 23 van, Horváth Csaba az ideja Intézettel egy egy közvélemény kutatást közpolitikai kérdésekről, és ezt kikértük én is, hat Ákos is. Kért a jegyző 15 napot, hogy ezt elküldje pluszba még, mint olyan bonyolult lenne csatolni egy egy, egy már meglévő dokumentumot, egy dokumentumot. Igen, amit Ez kifizetek. valami 8 vagy 10 millió forintba került, ez egy drága dolog. Volt. Az adófizetőknek, tegyük hozzá, tehát nem a nem, nem, nem a, a Csaba saját fizeti, Igen, ez fontos. És. Én addigra, mire a horvátssabályik ezt elküldték, megkaptam ezt hátulról, mert a hivatalban vannak emberek. Valahonnan szél az ablakon igen, ezt így mondani. Ez egy mondani. 42 oldalas dokumentum volt. Horvátssabályik átküldtek egy 21 oldalas dokumentumot, ahol mondjuk legalább vették a fáradtságot és, és, és az oldalszámozást újra rendbetették. tették. Tehát, hogy ne a... észre, igen, hogy ebből hiányzik a fele. Igen, mindazok a kérdések, ahol le van írva, hogy Horvátssaba már nem fog nyerni a választáson, le van írva a vezetői összefoglalóban, hogy jelentősen népszerűtlenebb, mint mint Hatázi Ákos, vagy a Rózsa András, aki most alpolgármesterként ugye indul ellene, vagy, vagy egy csomó-csomó számára kellemetlen ö, tény ott van, alátámaszva százalékokkal, szavazatokkal, azokat az oldalakat mind kihagyták, és ilyen általános közpolitikai kérdésekre, hogy mit gondolunk a mini Duba meg mit gondolunk az ezek benne maradtak. Tehát, hogy ugyanazok a pitián ilyen kis trükkök Ugyanazok hogy, a módszerek. Igen, mindre, igen, 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 hogy eldugjuk az információt, és hát ebből a szempontból uh, semmi sem változott. Szomorú szóval a papcsák mondjuk sem csinálta, ahol vagy meg súnyi, ennyi a különbség mondjuk. Igen, hát azért Horváth Csabá polgármester úrról, tehát ez már a polgármesterségéhez kötődik, Azért nekem az egy meghatározó élményem, hogy kb. két héttel a 19-es választás után, tehát két hete volt zuglai polgármester, és benyújtott uh, ilyen módosító javaslatot, mi, mi, szerint ő dönthetne egyedül egy csomó ügyben, nem kéne a képviselő testület hozzájárulása nagyértékű ingatlan eladásokhoz is, és akkor mi ezt megírtuk az átlátszón, akkor teljesen ki volt akadva. Fel volt háborodva. Olyan. Fel volt háborodva. Én emlékszem, mert a, rádióban rádióba is kiabált, hogy én micsoda egy hazudós vagyok, mert konkrétan én írtam azt a cikket. És utána Visszavont ezt a javaslatot, tehát ugye ezzel Körülját, elismerte, igen. elismerte, hogy valóban csökkenteni akarta az átláthatóságot rögtön két héttel a megválasztása után? Tehát, hogy még nem, is, nem is próbált a látszatra se adni, hogy egy kicsit úgy eljátsz a jó átlátható, rendes, tisztességes polgármestert? Hát, hogy mi például az Egyesület, ugye mi 12%-kal kerültünk be, ami egy 120 es kerületben egy, egy jelentős erőt mutat sok párt soha nem volt, nem ért el ennyit. És, és, azt kértük, hogy ugyanilyen arányban, és ez a tisztességes, és kvázi a parlamentben a Fidesz betartja, pedig nyilván erőből áttolhatna mindent, a bizottságokban ilyen arányban vannak benne a saját súlyútnak megfelelően a különböző pártok képviselői. <coughs> és nálunk a Civilizóból Egyesületet egyetlen egy önkormányzati cég felügyelő bizottságába, a bizottságába, se, bizottságába se engedték be, tehát én sose szavazom meg ezeknek a cégeknek a költségvetését, az éves beszámolókat, ezeket, mert azt mondom, hogy bocsánat, én egy 5 milliárdos uh, zuglói vagyonkezelő cégnek ha nem fogom mondani el a beszámolóját, én a felügyelő bizottságban nem látok ott egy embert, aki azt mondja, akit én delegálok közgazdászként, jogászként, hogy ez így rendben van. És ezekben a cégekben mi egyáltalán nem látunk bele, évente kapunk egy beszámolót, már a költségvetés elfogadás után, de például a cégek alcégeibe ez a tipikusan a zsák a zsákja, tehát a vagyonkezelőnek van egy médiacége, a vagyonkezelőnek van egy piac cége, és ezeknek a működésébe meg aztán végképp nem látunk bele, hisz hogy csak annyi van benne, hogy az a cég elfogadta a másik cég beszámolóját, mm. de már se a vezetésbe, se a vezetők kinevezésébe, és aztán részletekben meg végképp nem látunk bele, és ilyen módon mondjuk például az önkormányzati piac ahol az uglói bosnyák piacon, az önkormányzati piacon, ugye ott, ott, ott tekercsekbe jár a pénz, mint egy rendes piacon, és az, hogy valaki ott 6 négyzetméter asztalt bérel, vagy tizet, és hogy a kettő közti különbség hova kerül, erről legendák vannak, hogy ezt ugye Fidesz meg az mszp és képviselők így havonta szétosztják, de nyilván ezt nem tudjuk bizonyítani. Ezek és, ilyen városi legendák. Hát igen, de úgy, úgy azért látni, hogy ugye az anyag megmaradás az olyan a pénznél is, hogy így nem tűnik el, hanem abból terepjáró Mercedes lesz, meg telek, meg mindenféle. Hasonló értékben, tehát hogy ez igen, azért nem, igen, nem igen, szeretnénk itt pert, nem igen, bizonyítható nem, állítások miatt ez a lacinak a vélemény. Így van. De, hogy ez, és, ez, és ez érdekes sokszor, amikor az ember ugye mond valamilyen ilyen korrupciós vádat, én megkaptam most, hogy hát szegény tócsaba. Hát mi nem tudtuk bizonyítani azokat a dolgokat, és mondjuk, hogy igen, mert én nem vagyok ügyész, meg nem tudok lehallgatni egy képviselőt, meg senkit. de hát, hogy az ember belekerül abba, hogy én nekem kéne bebizonyítani egy újságírók által felvetett dolgot, amikor azt látod, hogy láthatóan korrupció van, de nyilván nem tudod a egyik oldalon a gazdagodást, másik oldalon meg a rosszul elköltött önkormányzati közpénzt összekötni, csak hát a józan és gyanúja van. Mm -hmm. És ez sokszor nehéz nektek is, meg mindenkinek. Én nem vagyunk ügyészek, nem vagyunk rendőrök. Jó, azért azt mindenképp említsük meg, hogy Zugló az ez a minimum felmérésén negyedik helyezett lett. Hát mi ami, a többi? Ami így tök jól hangzik, igen, de egyébként 63 pontot kaptak, ami nem túl sok az összpontszámot tekintve, tehát igen, kicsit olyan a helyzet, amit szoktak, ugye van egy ilyen régi mondás, hogy vakok közt a félszemű a király, igen. De egyébként vannak jó eredmények az uglói átláthatóság tekintetében. Például említetted a vagyonkezelőt, ott sokat javult a közzététel az értékelés szerint. Ugye az értékelési szempontok vizsgáltak több dolgot, elérhető nyilvántartás az ingatlan értékelésekről, hát sok kerületben mit nem adnának ezért, vagy sok önkormányzatnál, hogyha ezek nyilvánosak lennének. Viszont azért vannak hiányosságok is. Ugye egy önkormányzat működésében a azok a dokumentumok, amiből az állampolgárok a legkönnyebben, legegyszerűbben tudnak tájékozódni, azok a képviselő testületi ülések. Ugye, hogyha én nem tudok elmenni, de szeretném tudni, hogy mi folyik ott, akkor meg tudjam nézni a honlapon a benyújtott előterjesztéseket, a hozott határozatokat, illetve maguknak az üléseknek a jegyzőkönyvét, hogy ott a képviselők miről beszélgettek, hogyan született meg egy-egy döntés. És ezek a zuglói honlapon fent vannak, Viszont nagyon nagy elszentség és sok idő kell ahhoz, hogy megtaláld, mert van a honlap, oda kattintasz, külön helyre elvisz, hogyha te jegyzőkönyveket szeretnél nézni, külön helyre elvisz, hogyha más szeretnél nézni, keresni nem tudsz, tehát hogyha kíváncsi vagy valamire, akkor szépen nekiülsz, és 26 Ezt napon nem, keresztül nem olvasod. Nem egy lakostól, hogy egy három órás testületülést végignézzen, és sokszor ugye úgy vannak az előterjesztések címei, vagy például a napi rendelőt összekeverik a, 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 a napi rendi pontokat. Ha mondjuk 45 napi rendet tárgyalunk mondjuk 10-től délután 3-ig, 4-ig, és akkor azt mondja a polgármester, hogy a 28-as területre veszük a kettesnek, az egyes lesz a 8-as, a 9-es a 10-es, majd ez feltölti az önkormányzati TV oldalára, tehát ez már nincs megírva, hogy melyik, és akkor azt látják, hogy döntünk a 3-asról, kérem szavazzanak, köszönjük szépen találd meg lakos, hogy miről volt szó, és ugye még az is elmeteg, egy, van egy ilyen döntésünk, hogy a napi rendi pontnak úgy kell lenni a címének, hogy a lakos tudja, hogy miről döntünk. Mondjuk egy telekeladás így van megfogalmazva, hogy a 2019 24 per 8-as döntés felülvizsgálata. Pontosan. Köszönjük szépen, <laughs> igen, ezért <laughs> mondtam, hogy tehát, hogy van, van talán valami szándék, csak nem tudom, hogy ez direkt, szerinted, Laci, direkt van ez így, hogy ilyen, ilyen nehézkes megtalálni? Tehát, hogy tényleg, hogy három kattintás után ott hagyom az egészet, ez így mér, van. mert, Bőségéről belefáradok. is nehéz, egy lakostól ezt a Aztán nem meg, lehet meg, tendenciaként is ezt láttam a Pest megyei önkormányzatoknál. Tehát ez, amit mondasz, hogy keresni, tehát egy kereső szóra keresni, tehát a lakos azt mondja, hogy ingatlan vásárlás, vagy ami még konkrét a dolgot is tud. Vagy mondjuk hát, nem egy, talál mit törménye, az óvoda felújítása kíváncsi. Van, Ugye ezek ilyen tök előterjesztéseket, a napi rendi pontokat uh -huh. utána kibogarászni belőle, szóval az egyszerűen lehetetlen. Uh -huh. És Zsuzsot, szerinted ez, ez ö, szándékosság az önkormányzatok részéről? Tehát, hogy nem akarják, hogy ott nézegessék mindenféle lakosok, meg újságírók, meg civilek, meg bárki, aki nem ül a testületbe, tehát, hogy ne lásson bele senki abba, hogy mit csinálnak. Vagy egyszerűen Hozzá nem értés? Hozzá nem értés, vagy... bénaság, vagy, vagy egyszerűen úgy vannak vele, hogy jó, hát kötelező felrakni, felrakjuk valahogy aztán. Uh -huh. Hát most pont azért, amit mondtam, hogy volt lehetőségük arra, hogy a civil szervezet szempontja alapján javítsanak, és ugye külön pontot kaptak erre a kereshetőségre. Tehát, hogyha akarták volna, akkor ezen tudtak volna változtatni, akkor. és mondjuk a, a Pest lista első helyén azért mondom, hogy nincs rangsor, rangsormegye, nagyon különböző szempontok voltak, de mégiscsak Szentendre önkormányzata az, amelyik ezt a kereshetőséget lehetővé tett, tehát eleve jobban, jobb helyzetből indult, és utána a javaslat alapján pedig tudott rajta változtatni. Egyébként az hadd mesélje már el, hogy, hogy miután nagyon sok önkormányzat, sok esetben ilyen fideszes önkormányzat nem reagált a civilek megkeresésére, ott, ahol volt egy változás, és a fideszes városvezetés nagy tartsán egy tehát nagy tartsáról van szó, lecserélték egy civil egyesület jelöltjeire és polgármesterére és ott nem sikerült a márciusi vizsgálat lezárásnál a jó eredményt hozni, ott ezt a Fideszes ö, ö, csapat ö, felhozta, hogy lámlám lám nem egészen átlátható a nagytercsei önkormányzat honlapja, hol ott folyamatban volt a honlapfejlesztés, és a vizsgálat lezárása után nagyon sokat javult is. Tehát én ezt az ő védelmükbe elmondanám, hogy ugye elkészült a vizsgálat, de még nem zárult le a honlapfejlesztés. Tehát úgy látszik, figyelik csak a kormánypárti képviselők, ö, és kihasználják hogy hogyha olyan eredmény születik, hogy nem egészen átlátható az önkormányzat honlapja, most már sokkal inkább az például nagy tartsa esetében. Tehát, amit kérdezel, az azt gondolom, hogy hát igen, inkább szándékos, hogyha van lehetőség változtatni, és mégsem teszik meg, akkor akkor nem lakosságbarát ilyen módon a honlap. Igen, és ez mondjuk a választások előtt is érdekes, érdekes szom, és fontos. 2024 van. A 12 éves gyerekem úgy kezeli a, a telefon, meg az internetet, meg az összes számítástechnikai eszközt, mint a pényt. Tehát biztos vagyok benne, hogy a hivatalokban is legalább egy ember értene ehhez, hogy mondjuk kereshető formába feltölteni a dolgokat, uh -huh. meg úgy, hogy normálisan értelmes menüpontokat adni, és könnyen meg lehessen találni. De például zuglóban is, ugye ott, ami, ami tök pozitívum, és kb. egyedülálló, az egész országban szerintem, hogy van egy óriási adatbázis a szerződésekről. De azt nem de... tudom, hogy minicsot. Hát ez igen, az, az? az, igen, ezt akarom mondani, hogy... hogy fel vannak töltve a szerződések, de úgy, hogy teljesen, tehát az egész szerződés szövege kereshető, ami aztán tényleg egy ilyen ritkaság, egy ilyen önkormányzati állami szférában, Viszont nem tudjuk, hogy mi nincs ott, illetve nincsen lista a szerződésekről, pedig ugye az szokott nagyon fontos lenni, hogyha én felmegyek egy önkormányzatnak a honlapjára, akkor megnézem a szerződéslistát, megkeresek ott akár egy céget, hogy mondjuk a építő Kft. hány megbízást nyert, vagy mekkora értékbe, vagy mit tudom én, mennyit költött az önkormányzat az óvoda amit az előbb említettem, vagy bármi. Itt viszont nincsen adatbázis, tehát nem tudok keresni, és nem tudom, hogy, ugye, hogy mi nincsen feltöltve. Hát a másik a vagyonkezelőnek a, a szerződései, hogy az uglóban az összes építési vállalkozást, lakásfelújítást, tehát az összes, ami 5 milliárdnál több megy át a, a ezen a cégen, és ö, ott viszont már úgy van, hogy a szerződések számozva vannak feltöltve, tehát van egy számuk, és most már kérésre, tehát hogy az mondjuk feltöltenek egy hónapban százat, volt amikor decemberben, a februárra akik voltak feltöltve, meg vannak számozva. egyesével meg kell nyitogatnod, hogy az összes takarító, akivel szerződést kötöttek egyesével, aznak ott van egy, de azt nem tudod, hogy mondjuk a 100 milliós szerződés az melyik lesz, tehát hogy meg kell mindegy nyitogatnod, természetesen nem kereshető, de nagy nehezen feltöltöttek egy, P egy Excel táblából generált PDF-et. Az a legjobb, azt igen, imádom. igen, hogy, hogy a, a, szám mit takar, de ugye nyilván az se kereshető, de az, hogy lenne, megkapnák, én azt mondtam, hogy küldjenek egy Excel táblát, az összes szerződés ott van az összes cégnével, az összes összeggel, de ugye sokszor itt is az van mondjuk, mondjuk, hogy, hogy ne anoniman mondjuk, van Fiala János média személyiség, és neki szerződés van az uglói Önkormányzattal, de ugye nem az, vagy Fiala János BT vagy Kft., hanem van valami fantázia neve a cégének. Most onnantól kezdve már, ha nem tudnád, nem tudnád megtalálni ezt a szerződést. De az ATV szerződés mondjuk azt meg lehet -e találni, de ugyanilyen. Miért kéne az uglóiaknak azért fizetni, hogy a mi polgármesterünk időnként elmegy az ATV-be, és mondjuk kvázi védelmi pénzt fizet azért, hogy más ne hívjanak meg, meg hogy ne kérdezzenek tőle kellemetlent. És akkor a szerződés mellékletében ott van, hogy senki más tizenkormánytól nem lehet meghívni. Ez benne van a szerződésben? Nincs benne, szerződés? de azért, hogy nah, hiába gyakor... ír a Momentumos alpolgármester, hogy szeretne benne lenni, egy tipikusan alpolgármesterek szoktak menni ezekbe a délutáni esti beszélgetésekre, minden kerületből láttunk, meg városból, és zuglóban írhatunk, hogy van egy ügy, szeretnék erről beszélni megírod, és visszautasítanak, hogy most nincs, nem alkalmas, nem tudom én. De mint lenne egy ilyen védelmi pénz, hogy bocsánat, a polgármesteren kívül a kerületi ügyekről senki nem iratkozhat. És kérdezted már erről a polgármester urat? Hát persze, ő azt mondja, hogy nem, hogy azért van, hogy a kerületiek jobban tájékozottak legyenek, azért megy ő az ATV-be. Mert hogy ő mindent el akar De hát ez... szerintem az online-on egy picit túlnyúlva, szerintem a, még az uglójak fele is újságból tájékozódik. Tehát nem várható el, hogy mindenki online keresni tudjon, hogy minden azok is szavaznak, meg azok is állampolgárok, akiknek nincsen, akik nem érdekel, akik nem annyira ö, online függő. Tehát az, hogy például az újságban a ne csak rózsaszín hírek legyenek, hanem mondjuk a testület, oké, nem lehet 40 ülésről beszámolót tartani, mert akkor az újság megtelne. De az, hogy a fontosabb, kellemetlen ügyekről, a vitákról, ezt lesz, leszavaztuk az árszámadását, a 24 23 ezer árszámadását leszavaztuk a költségvetésnek. Nagyon-nagyon fontos döntés, hogy azt mondtuk, hogy ez, ami tavaly történt, ez nem elfogadható. Mindenki leszavazta. Erről a kerületi újságban nincs hír. Ez egy nagyon gyakori tehát, a... tehát mondhatni általános, tehát hogy a kerületi újságok, amik ugye elvileg közpénzből működnek, és az egész önkormányzat történéséről, működéséről helyi, működéséről, helyi ügyekről kéne beszámolniuk teljes körülön a lakosságnak, hát ezek pont olyanok, mint a közmédia nagyban, hogy az épp hatalmon lévők, azok benne vannak minden oldalon kétszer, háromszor, ovoda, izé, ez-tozt, asztoszt, boldog boldoganyák napját mindenfélével benne vannak, és a, az ellenzékek, azok meg, még meg sincsenek említve. Hát ez úgy, hogy a polgármester díjat ad át, nem úgy, hogy Kovács XY díjat kapott a polgármestert és a kép a polgármestert ábrázolja, nem azt az embert, akit kvázi valamiért kitüntettünk. Hát ő lesz rajta vagy a szavazólapon, nem a, a Kovács Béla, én értem azért ezt a logikát. De a ke kellemetlen ügyekről nincs egyáltalán hír. Én emlékszem, 11-ben azzal kezdte a papcsák, hogy a lakossági rovatot volt egy ilyen egész oldal, ahol lakosok leírták, hogy itt töredezett a járda, hivatal válaszolt, hogy a jelentbe tesszük a járdát. Nem is töredezett, tönök, az jó ez. Nem, 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 nagyon korrektül működött tényleg és azt megszüntették, én a karácsony százszor kértem, hogy ezt a rovatot tegyük vissza, nem, és ez azóta se valósult meg, a lakosok kerület az, hogy ő mit gondol, az nincs benne, amúgy köszönöm nyilván meg köszönő se lenne azzal a gyönyörű, virágzó, fejlődő zuglóval, amit itt tükröznek, és mindenki röhög rajta, hogy hát ez valami máshol élnek. Szerintem Gödön is ez a helyzet, ahogy, ahogy nézem a helyi híreket, ugye a polgármester úr is folyton szerepel, itt mosolyog, ott mosolyog, minden jó, minden szép tárgyal a Samsunggal, minden rendben van, ha esetleg nincs minden rendben, mint ugye, ahogy ez nemrég történt, ez nagyon vicces volt, ugye Zsuzsa, te nálunk megírtad, hivatalos, közérdekű adatigényléssel megszerzett dokumentumok alapján, hogy a Gödi Samsung gyár 88 tonna ilyen mérgező, magzatkárosító vegyszert engedett ki néhány év alatt a levegőbe, ami ugye Gödöt, illetve a környékbeli településeket is érinti, hiszen a szél az átfolya. És akkor ugye a polgármester úr, ez fel volt háborodva, ő, ő ezt nem fogadta el tényként, és a rendőrségi feljelentést. tett ezt jól, jól mondom, ugye? Hogy ő igen, egy de... ilyen furcsa a feljelentés született, ami állítólag jogilag nem is timmel, mert a feljelentés környezet szennyezés, avagy rémhír terjesztés ügyében ment ki, az ő jogi képviselője ezt így készítette el, és még egyébként ezt a dolgot, amikor a parlamenti kérdések kapcsán keresztes lászló rend felvetette. Akkor, akkor Orbán Viktor is ezt mondta, hogy de hát meg ki fog derülni, mert vagy környezetszennyezés, vagy rémhéterjesztés hát történt, derült, tehát tudod róla. Tehát a katasztrófa védelmi hivataltól, vagy a kormányi hivataltól, mert nem tudom. Nem, pontosan. ez a nyomozás nem zárult Nem, nem a nyomozás, hanem az iratok, amiben szerepelt ez a 88 tonna méreg. Hát ez, ez nem érdekelte. Ez te, tehát ezt, ezt, anyag, tehát ezt nem, nem kell vizsgálni, ez ez már egy hivatalos anyag. Igen, ez az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe aztán már fel is került, tehát ez nyilván adat. Tehát ezen nincs mit nyomozni, de úgy néz ki ez pontosan, hogy a polgármester úr az az átlátszónak az összes, tehát öt cikkét tette meg feljelentési alapjául, és abban benne volt a visszennyezés is, ugye, amit szintén a Gödért Egyesület megrendelésére mutatott ki egy független vizsgálat, tehát beletette ezeket a korábbi tényeket. És és így ment a feljelentés, és aztán ugye az NMP kifolyás ügye, mert ugye mert hogy vízbe is megjelentés egy egy csatorna dugulásnál kiömlött a, a nagy Szentóföldre, hadd, nem? Az egy másik az történet? Egy Bocsánat, Rengeteg sok, történet sok, sok van, történet. ugye? Rengeteg történet, történet van. Milyen, Most ugye? itt a magzatkárosító oldószer kapcsán, hmm. ugye a vízben, a szennyvízben megjelent, és, és ennek kapcsán is tettek feljelentéseket, például a Váci polgármester, például Keresztes László Lorán, öt feljelentés született, sőt, a mi korábbi 22-es feljelentésünk, amit leállított a rendőrség, azt is újraindították, és most öt feljelentést vont egybe a rendőrség, és vizsgálják ezt a környezetszennyezési ügyet. Most ebből az egészből az az érdekes, hogy akkor a polgármester úr válheti a mellét úgy mond, hogy oké, okay, hogy ott volt a rémhírterjesztés, amire ugye helyesen mondott, hogy Nincs alapja, hát mert ugye a tények alapján. Igen. Na de hát legalább a környezetszennyezés ügyében ugye fellépett. Csak most például azt várjuk, ugye, hogy legutóbb megírtam, hogy szintén a Gödért Egyesület által indított bírósági perben a bíróság azonnali jogvédelmet rendelt el, és azt mondta, hogy környezet használat jelenleg tilos a gyár számára, magyarán fel kéne függeszteni a működést. De erre most valahogy nem reagálnak. De hogy is. És Kamerer Zoltánnak írtunk is, hogy akkor ezt is tematizálja már, ugye, hogy most akkor engedély nélkül működik a gyár, de valahogy erre még nem reagált. De ez a gyár, ez egyébként és négy vagy öt évig működött ilyen környezet használati engedély nélkül, nem? Tehát most ez így igazából nem nem oszt, nem szoroz, nem újdonság nem, nem. nem újdonságnak, nem újdonság valóban, de hát ez megint csak egy olyan történet, amit amire még mindig nincs válasz, mert ugye ha kellett volna, és kellett volna, én ezt többször megírtam, hogy a pontosan emiatt a szerves oldószer használat miatt már 19-ben kellett volna engedélyt kapni a gyárnak, tehát olyan nincs, hogy engedély nélkül működik, mert hogy azt állapítják meg, hogy nincs jelentős környezeti hatás, ha a rendelet szerint kellene, hogy legyen. Ezt ugye Vada Jágnes a parlamentben megkérdezte, amire Konzsófi azt válaszolta, hogy de most már van neki engedélye. Na most megint éppen nincs, mert a Gödért Egyesületnek köszönhetően ez nincs hatályban, ugye halasztó hatályt kapott, tehát a történet izgalmas, Ugye? És, és az visszatérve csak ennyi, hogy hogy, 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 a kamerár polgármester úr most ebben az ügyben felemeli a hangját. És De ezzel, nem a ezzel nem fényképezkedik a fényképezkedik. Ezzel nem fényképezkedik, ebből nincs igazad, mert a samsung való tárgyalásokról nem igen látunk fotókat, és ugye visszatérve ahhoz, amit Laci mondott, szóval igen, tehát a kerületi újságok, a polgármestereknek a Facebook oldala az ugye arra szolgál, hogy az ő tevékenységük nagyszerűségét mutassa, pontosan azért vizsgálta az ez a minimum az önkormányzati honlapot, mert ott törvény szerint fel kéne tenni azok az adatokat, amiket ugye a propaganda kiadványokba vagy kerületi újságokba, hogy úgy mondjam, mellőznek vagy elhallgatnak, és csak a tökéletességet Igen, mutatják. De, ezek. De a Gödi honlap átláthatóságával kapcsolatban, meg ugye a Samsung, ami kikerülhetetlen, ez egy most néhány hetes történet, hogy ugye te már megértett korábban, hogy a Samsung új egységeket, új üzemeket akar építeni, akkor ugye ezt cáfolták, hogy nem, nem lesz úgy gyár, de aztán kiderült, hogy mégis, viszont ahogy kiderült, tehát megnéztem, a Gödi önkormányzat honlapjára kikerült egy ilyen, hogy tájékoztatás is. Tehát eleve azt meg kellett találni, oda rányom, tehát nem volt oda leírva, hogy mi történik, ilyen, ilyen emberi, hétköznapi nyelven, hogy mit tudom én, két akár mekkora újabb üzemcsarnokot építenek, hanem oda rányomtam, akkor megnyílt egy pdf, tehát hogy tök türelmesnek kell lenni, ami egy átlag állampolgártól nem várható el, és akkor mindenféle terrajzok, meg ilyen számok, tehát hogy tényleg, ha nem vagy elég elszent, akkor nem találod meg. És ugye ebbe is az volt a vicces, így idézőjelbe, hogy a polgármester úr is a Facebookon ezen így, így meg volt döbbenve, hogy ő most ezt azonnal kivizsgálja. Hát könyörgöm, fenn volt az önkormányzat honlapján most akkor ő Igen, tehát a polgármesterünk róla? a sajtóból értesült arról, hogy bővítéshez indult egy új eljárás, amin ő felháborodott, és tett egy észrevételt, és ezeket én még közé is teszi a Facebook oldalán, egyébként a honlapra nem került fel, hogy ő milyen észrevételt tett, miért nem ért egyet. Ebben most ezt korad mondjuk ki, hát a választások jönnek, tény, mert bizonyította a civil egyesület, hogy, hogy víz- és légszennyezés is van, azt meg már bizonyítani sem kell, mert maga a hatóság elismeri, hogy hat éve zajszennyezéssel működik a gyár, ezért pereljük többek közt az engedélyt. Tehát ezért a polgármester úr is beletette egy olyan megjegyzést, hogy addig, amíg. hát nem azt írta, hogy amíg az engedély, mert beszállhatott volna a perbe. Ugye, hogy az engedély nem úgy fogalmaz, hogy teljesíteni kell a zajhatályodéket, hanem írt egy olyat, hogy amíg a gödnek nem lesz zajmonitoring rendszere, addig ne adják meg a bővítéshez a, a, az engedélyt, szóval ilyen nagyon furcsa. És mikor lesz gödnek zajmonitoring rendszere? Ugye emlékeim szerint nem biztos, hogy ez így konkrétan elhangzott, de ugye Kamerer Zoltán polgármesterségének az volt az egyik legnagyobb ilyen reklámfogása, hogy hát ő jobban van a kormánypártal, meg a Samsunggal is, és ahogy eddig elkerülték gödött a fejlesztési pénzek, ugye a Samsung által befizetett adóból sem kap, mert kiemelt gazdasági övezet, hogy majd ők, mert ez volt, ő majd hoz pénzt a Ez így is történt, tehát Na, jöttek és akkor pénzek. Hol van az a zajmonitoring? A zajmonitoring, az... nincs, egyébként tegnap került föl, szintén csak fotókkal, és nem átlátható szerződés, látunk az kormányzat honlapján, hogy sikeres volt a közbeszerzés, és és talajvíz monitoring rendszer fog készülni Gödre. Megjegyzem, mikor? hogy ugye... Hát ez az. Tehát ezt kérdezték ott a kommentelők, hogy hol van a szerződés, mikor, melyik szék csinálja, de hát ugye látjuk a polgármester volt, amint lázasan aláírja a szerződést X céggel, és ennek roppant örülünk, és hozzátesszük azt, hogy, hogy ezt azért a civilek kényszerítették ki, pontosan azzal, hogy feltárták, hogy környezetszennyezően működik a gyár. Tehát ugye ezt már 2019 óta várjuk, hogy, hogy, legyen, és ne csak a talajvízre, a levegőre és az ajra egyaránt, de hát ez még hol van ez még, tehát most örülünk a talajvíz monitoring rendszer ügyében Nem, ne? született eredménynek. Kis lépésekkel haladunk. Viszont azért én így megkérdezném így a Megkérdezném így a műsor közepe vége fele lassan, hogy Mennyire szeretnek titeket, ilyen kukacoskodó ellenzékieket, civileket az önkormányzatok, ahol dolgoztok? Tehát Laci, téged például a képviselő testületbe, vagy személyesen a polgármester úr, ő, hogy viszonyul ahhoz, hogy kérdezősködsz, ne adj Isten tiltakozol dolgok ellen? Hát milyen nyilván, a közhangulat? Nyilván, nyilván teljesen, hogy milyen színű a polgármester, ezt egy személyes támadásnak érik meg. Ugye vannak hiú és kevésbé hiú polgármesterek, most a miénk az nagyon az, és, és, ezt nagyon nehezen viselik. És akkor ezeken személyeskedő típusú testületi viták, vitákba mennek át, ez a, ha elolvasta volna, tudhatná, ha a képviselő úr egyszer felkészült volna, akkor tudhatná, típusú ilyen megjegyzések vannak, és akkor átmegy ilyen személyes szó, szócsatába az egész, ami színvonalatalan. De amikor az ember azt mondja, hogy hogy a fenébe lehet, hogy van mondjuk egy közétkeztés közbeszerzésünk, Most meghosszabbították, két éve meg akarták hosszabbítani, most, amikor a ciklusa vége van, hogy a hungaszt a zuglóban <coughs> most híres a, a híres És hogy van egy 8 oldalas előterjesztés, 25 oldal melléklettel, és ebben a 8 oldalas előterjesztésben, amikor a lakosok elolvasnak, nincs bele leírva, hogy zugló önkormányzat tavaly 3,7 milliárdot fizetett a Hungasznak, tehát a legfontosabb számok nincsenek benne. Ott van, hogy mennyire jó, meg, meg svéd asztalos meg mit fejlesztettek, tudom, 50 millióért tálalókonyát, ezt, azt, tehát minden pozitívum ott van. De az alapszám nincs ott. Nincs ott, hogy az zuglói szülők mondjuk 900 milliót fizetnek, az állam ebbe hozzáad 1 milliót, és a maradék, nem tudom mennyit, 1,5 milliárdot az zuglói önkormányzat teszi hozzá. És ma már úgy van az egész kitalálva, hogy már nincs is kiírva a közbeszerzés, és nyilván teljesen másfajta módon kéne ahhoz csinálni, hogy mondjuk kisebb cégek is alkalmasak legyenek arra, hogy a, a kerületi tíz, napi 10.000 tíz adagból mondjuk 3.000-et megfőzzenek, és akkor lehetne két-három céget versenyeztetni minőségben, árakban, mindenfélében. És ugyanez van az összes kerületi nagy közbeszerzéssel, ugye itt nálunk a, ugye a parkolás tipikus áll a bál, nehéz megmagyarázni, hogy beszedünk 2,3 milliárdot, és azt, és abban még csak 800 millió marad a kerületnél, és a többi az el van költségve. Hát ugye a parkolás ellenőrzés, a parkolás üzemeltetés, és sok-sok szoftvert, sok minden valamiből így eltűnik, ami kevés marad. Ami sokba kerül. Ami sokba kerül, igen, de például arra nem is látunk rá, hogy milyen folyamattal történik az, hogy az emberek 10%-a nem fizeti be, amikor megkapja a piros mikulás csomagot. És ugye ők egy ügyvédi irodához kerülnek, ami a Tóth közel álló ügyvédi iroda, és hogy az milyen díjakat tesz rá, és ez, ez, mind az ügyvédi irodánál marad, és mondjuk egy felszólító levél kiküldése az mondjuk 10 vagy 20 ezer forintjába kerül az ügyfélnek, amikor a végén elveszti a pert. És egy sorba veszett el az önkormányt pereket, mert ott is bírságoltunk, ahol nem kellett volna. És mindenre nem látunk rá. És a másik szerintem nagyon fontos, ezek amikor a hogy a polgármester sokszor egy személyben tárgya, mondjuk a Bayer beruházóval. Egy 244 milliárdos épület tömegről beszélünk ott a kerület kellős közepén. És akkor a, a, a polgármester tárgyaljon a beruházóval, és akkor ő tárgyal, eleve azt kértük, hogy delegáció legyen, ne ő egyedül menjen, hanem legyen ott mondjuk két alpolgármester, és a végén a testület kapjon egy memót erről a tárgyalásról. Hogy, hogy lássuk, hogy tényleg a kerület érdekeit képviseli -e, hogy milyen érvek hangzottak el pro és kontra, és mondjuk legyen egy jegyzőkönyv, mint ahogy egy multinál, teljesen normális, hát ez a normális ha persze. az IKEA a tárgyal a <laughs> X beszállítójával, akkor utána ott van, hogy ebbe az ár volt, ezt javasoltak ez lett a vége. És ezt nyilván az IKEA, mint amit központi vezető is megkapja, hogy, hogy milyen módon vannak a megrendeléseik egy beszállítóval és mi semmi ilyesmit nem látunk, tehát mi el kell hinnünk az ő szóbeli beszámolóját arról, hogy ott mi történt, vagy ő Lázár Jánossal mit tárgyalt, mini Dubajról. Tehát, hogy egész egyszerűen ilyen szintű átláthatóság nincs, és ez a, ez a legrosszabb, mert itt, itt, nem csak a pici szerződések vannak, hanem itt milliárdos vagy a kerület ö, évtizedes fejlődését vissza nem fordható döntésekről beszélünk, ugye beruházási építkezéseknél. Döntenek el olyan módon, hogy ez nem átlátható, és itt tényleg 100 milliárd forintok mozdulnak, amiből azért nagyon könnyen leesik egy korrupciós ráta, és nagyon könnyen lehet befolyásolni képviselőket, polgármestereket, fillérek, fill, a beruházók számára fillérekből. Persze, hát hogy az átláthatóság az, az nem valami nyugati ármány, vagy nem is tudom, minek, minek gondolják sokan, mert azért vannak mm. Vannak ilyen nagyon negatív vélemények, ugye az átláthatóság az a korrupció megelőzésének egy nagyon fontos eszköze. Mert ugye, ha egy ember vagy akár három ember dönt valamiről teljesen önállóan, akkor sokkal könnyebben tévednek, vagy nehogy Isten csábulnak el, és történik korrupció, mintha van egy teljesen átlátható folyamat, papírokkal dokumentálva, amit bárki bármikor megnézhet. Ugye, ha mindenki látja, akkor óvatosabbak. Ha nem, akkor akkor ugye sokkal könnyebb a, a sumákolás és bármilyen. nincsenek bevonva, tehát annyira, most pont a még Hollandiában élnek, amely, és ott a helyi újságban láttam, hogy minden évben, amikor a költségvetés tárgyalja ez a kisváros, akkor a, tudom, egy, egy dupla oldalon vagy négy oldalon kiküldik a lakosoknak, hogy ennyit tervezünk beszedni, körülbelül ennyit költünk a közterületekre, ennyit költünk ennek, ennek, meg ennek az óvodának a felújítására, ezek a tervek, és ott vannak nagyon látványosan, de átláthatóan leírva, hogy körülbelül az önkormányzat mint egy mint egy háztartásnál. Mm -hmm. És ezt simán le lehet írni, a lakosok nem hülyék, hanem értelmes középosztálybeli emberek zuglóban különösen, nem lehet őket ilyen izékkel becsapni, simán közé lehet tenni egy ilyet, de hogy lehet látni, hogy az új, és ezt, és ezt fel is rólják az újságban, hogy teljesen hiányzik ez a fajta kommunikáció, akár fali újságon ki lehetne tenni a kerület költségvetésének nagy vonalait, vagy a nagy beruházásokat, és sokkal könnyebben elfogadnának egy adókivetést, ha azt látnák, hogy a papságnak volt ez a kommunális adókivetése most már 10 évvel ezelőtt, belebukott, be, 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 be de azt mondták volna, hogy mi beszedünk tőletek egy évben 800 milliót, ami mondjuk lak, lakásonként mondjuk 10-20 ezer forint volt, ami kifizethető, szerintem vidéki településeken mindenhol van kommunális adó, és tökéletesen megszokták, és elfogadják. Ha látnák, hogy az idején beszedett pénzből ez, a, ez az új jó lett, ez az új uh -huh. lett, és rá lehetne mutatni dolgokra. De meg, hogy ez nincs meg, ezért az emberek nem szeretnek fizetni, és teljes joggal érzik azt, hogy hogy zúló költségvet is 55 milliárd, és akkor az a hogy idén 50 millió forintnyi közösségi költségvetés van. 50 millió, semmi. Szóval, hogy egy, Hát egy... arányaiban semmi nyilván. Én igen, elően. hát ugye az átláthatóság, igen, az fontos lenne, mert ha kérnek, hogy ennyi pénzünk lehet, vagy ennyi kell, ennyit szedünk be, és ebből erre és erre költünk, tehát meg lehet ezt fogalmazni tök egyszerűen értelmesen, hát ez lenne a cél, hogy tájékoztatni a lakosokat. Egyrészt ugye a kerületi újságokban, épp regnáló polgármester, meg képviselők uh, reklámozása mellé legalább be kéne, hogy férjen egy ilyen is, meg hát ugye, hogy a honlapokon ezek Na, a normálisan... A honlapon legalább közérthető formában, de ha föl is igen, teszik, igen, akkor... Igen, de ott költségvetések, hát elvandugva. ilyen százoldalos táblázatban igen. eldugva, pdf-be, ember nincs szerintem, Ami maximum kettő, aki elolvassa. Hát ez még hallgatni is sok. Zsuzsa, és téged, titeket... Uh, Mennyire szeret gödön a testület, meg a polgármester úr? Én úgy hallottam, úgy tudom, hogy az egyik testületülésen ülésen te virágot is kaptál tőle. Akkor Igen, ez nagyon meglepő volt. Hát, hogy most kérdezed, akkor ugye amikor ő időközi választás után polgármester lett, akkor megkereste a Gödért Egyesület, de akkor csak 10 perc volt, akkor én nem is voltam ott, megbeszélni, hogy akkor később vagy hosszabban szeretnénk vele beszélgetni, és azóta is várjuk egy év óta az, hogy visszahívjon, tehát tulajdonképpen nem áll szóba velünk. És ez a virágadás pedig azután történt, ugye az előbb említett, feljelentése nyomán, amiben a rém hírterjesztés is benne volt. És én nem nagyon megyek a testületi ülésekre, de ott egy bizonyos ügy miatt szerettem volna legalábbis az elején ott lenni és, és aztán előkapott egy virágcsokrot a testületülés megkezdése előtt, és azt mondta, hogy ő még nem találkozott velem, és, és oda ruhant, és átadta. Na most ez, ez, azért volt furcsa, mert nem kapcsoltam rögtön, hogy nyilván az ember elfogadja, megkérdeztem, hogy mi van most valami nőnap, vagy vizés, akkor mondta, hogy most volt zsuzsanap, vagy mit tudom én, ez márciusban volt, nem rég volt a névnapom, vagy valamit mondott, de már el is rohant, és közben meg ugye hát körülötte, valahogy véletlenül mindig úgy lebzselnek fotósok, mert, és, ezt nem, te... újságban, és nem akartam benne lenni az újságban, tehát megvártam a testületi végét, és akkor mondtam, hogy polgármester úr, ha esetleg ne talántán fénykép készült a virág átadásról, akkor ahhoz nem járulnék hozzá, nem vagyok közszereplő. Másnap vagy még aznap, nem tudom, az egyik Facebook oldalon Hello de ugye nagyon sok van, ezek ami, ilyen közölyek, ami vagy? amiről nem tudjuk hogy ki csinálja de azt tudjuk hogy a samsung adóból a működésére kapott pénzt és ugye, tehát ez nem a polgármester úr közvetlen Facebook oldala volt, hanem egy úgymond független Facebook oldal, ahol, ahol, megláttam azt a virágcsokrot, amit lefotózva, amit én kaptam, nem tudom, hogy honnan szerezték a képet, és még azt is odaírták, hogy, hogy a központi szín, a rózsaszín, meg ilyen hülyeségek, és hogy oda tették mindegy kioktatásul, hogy, hogy Bodnár Zsuzsa nem engedte lefotózni magát, pedig ők vázik összereplő, mert ugye annyi mindent csinál itt a Gödi az életben. Tehát így kilettem oktatva valaki által, amíg ezek szerint jól sejtettem, hogy akkor ezt a fotót ő szerette volna am esetleg közzé tenni, nem tudom, nem biztos, de hogy ő, ha kérdezed azt, hogy akkor ő a tiszteletét fejezte ki, csak ugye itt a tényekbe kellene a tiszteletet kifejezni, vagy valódi cselekvésekbe, és nem egy ilyen adhokvirágoztásba, amit hát viszont nem, nem tapasztalok. Nem osztogat mindenkinek virágcsokra, tehát ezt nyilván neked Na jó, célzottan, de... és téged meg onnan ismer, hogy nem tudom, Három naponta írsz egy cikket a. Hát meg ugye akúgyárnak. az akugyár ügyében feltártunk egy csomó mindent, aminek hatására mondjuk monitoring rendszer lesz, de mondjuk például a közadatigényésemre nem kaptam választ. Ezen a testületülésen azért voltam ott, mert hogy felhúztak egy üvegfalat a gyár melletti játszótérre, és szerettem volna megkapni a, ennek a hatósági anyagát, hogy, mert hogy azt tapasztaljuk, hogy oké, okay, a mellette lévő utcába talán. A kevesebb a zaj, de kettővel odébb már újra ugyanannyi. Tehát, hogy milyen akusztikai mérések alapján húztuk fel egy üvegfalat a játszótér köré és nem a gyár környezetébe, amire Teljesen megdöbbentő módon azt válaszolta az önkormányzat, hogy ők nem rendelkeznek ezekkel az adatokkal, majd a helyi újságban leírta, hogy a város főépítésze javasolta az üvegfalat, és akusztikai mérések vannak. Úgyhogy ez az adatligénylés most hogy kétszer nem adhatja be az ember ugyanazt egy éven belül, tehát most az Egyesületünk elnöke próbálja megszerezni azt az adatot, ami megkapott az önkormányzat, sőt részei voltak abban, hogy, hogy milyen fal épüljön, egyébként a falat építik tovább mindegy, szóval mi adatokat igényünk én leginkább, de azért ez fontos az is, hogy, hogy a civilek, hogy mond, edukálódnak és tudnak adatot igényelni, tehát hogy nem csak egy újságíró, hanem azt tapasztalom, hogy, hogy, tudatosodnak az állampolgárok, így van. ez, jól, összefoglalja a gödi helyzetet, tehát hogy akkor az adatigénylésed nem válaszolnak, de kapsz egy ilyen virágcsokrot, hogy nem tessék. Hát már hogy látjuk, hogy ön gödért tevékenykedik, és ez hasznos, és, és a többi. Tehát ez egy ügyes Őgyes, persze, gertes, ez kampányfogásnak tökéletes. Igen, a igen a Zugló is kaptuk egyszer Zugló, Zugló érdíjat, meg megmondta a polgármester, ilyen is lehetek Zugló. Mikor kaptátok, melyik polgármester idején? Két éve, három. Nem, 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 karácsony ciklus végén, az msp sek ilyen ironikusan. Tudom én, én mondták, hogy civil egyesület, és a karácsony megmondta, hogy is lehetek Zugló díszpolgár, de csak posztumusz. Hogy... Hát milyen kedves, igen. igen. De viccelődtünk ezzel, hogy ki lesz hamarabb. Mondtam, hogy én még akkor is zuglóban leszek képviselő, amikor már ön nem. És hát ez így is lett. De hogy azért ez egy oldalú játék, mert a civilek ugye a szabadidejükből áldoznak, a hivatalban dolgozók, meg, meg pénzért csinálják ezt. És én azt látom, hogy nagyon sok civil kifárad, neurológikus lesz, ott hagyják emberek. Tehát, hogy, hogy belefáradnak, és én láttam, hogy hogyan ö, ö, civil egyesületek vezetői, civil egyesületek aktivistái, hogyan unnak bele ebbe a dologba, men, megy rá az életük, megy rá a valós munkájuk, mert ha ezt valaki komolyan csinálja, akkor nagyon nehéz ezt a, ezt a szélmalomharcot úgy, hogy ne menjenek rá az idegeid, ne menjen rá az életed, ne menjen rá a, a, a családod, vagy a, vagy a, vagy a békéd. És, és így után ott hagyják emberek, és most egy sarkított példa, a fekete ruhás nővére, aki nyoma veszett a közéletből. Tehát, hogy így sok emberek egész egyszerűen ezt felőrli. Vagy a ligetvédők szerintem jó példa volt, arra még nyomtalanul eltűnt. Egy nagyon klassz szervezet volt, nem volt ugye formálisan egyesület, de hogy összevesznek ebbe emberek, belefáradnak, ez nem játék. Szóval, hogy, hogy ennek, ennek természetesnek kéne lennie, és nem egy ilyen hartnak, hogy akkor kipereljük és 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 ez ember ezzel foglalkoznak az éjszakaikon, hogy ilyen izéket, adatigényléseket írnak. Ez nem a normális. Igen, de most azért lenyünk valamiképp reménykedők, vagy pozitívak, vagy nem tudom már, hogy ugye most jönnek a választások, és ez elég sok helyen azt látom, hogy aktív civilek most akkor felvállalják azt, hogy indulnak a képviselők. Igaz, hogy mellé tehetjük azt is, hogy vannak furcsa civilek is. Hát Gödön sem a... Gödön is Zoltán és a csapata, akik korábbi fideszes képviselők voltak, most egy civil egyesület nevében indulnak. Kamerer, erre a de minden az civil, civil, ezt Igen, ugye, és akkor itt most megy a labdázás, hogy ki az álcivil, és kinek nem az nem érdekét háló. szolgálja, de azért azért mondhatjuk azt, hogy hogy van egyfajta, szerintem egy tudatosulás, és egy, igen, nagyon nehéz csinálni. Igen, Tehát ez, egy, igen ez, ez, nagyon egy, ne ez egy hosszú harc sokszor. tanulási folyamat, mire megtudják, megtanulják rutinból, hogyan kell adatot igényelni, hol található de a honlapba, ha kíváncsi vagy valamire, melyik menüpontra kell kattintani, úgyhogy igen, úgy van, Uh, ahogy Laci mondja, hogy én is látom, tapasztalom, hogy sokan belefáradnak, kiegnek, elfáradnak, egyszerűen nem, nem érzik azt, hogy lenne ennek értelme, vagy Meg hogy te kellene szélmaradó harc, egy közpénzből finanszírozott ilyen lepattintó mechanizmus, egy ilyen, egy ilyen elhárítás, titkolózás ellen, ami, ami sokszor így reménytelennek tűnik. De hát pont ez ugye a lényeg, ez a minimumnak is, Ugye, hogy ez az átláthatóság az önkormányzatok részéről, az, az ilyen természetes dolog legyen. Tehát nyilván se nekünk újságíróknak, se a civileknek, se az ellenzéki képviselőknek, meg se egy átlag állampolgárnak nem az a hobbija, hogy mi most adatigényléseket írogassunk, meg leveleket, meg telefonáljunk, hogy megkapták-e az adatigénylést, ha nem válaszolnak, akkor perelni, tehát ez nekünk is nyűg, meg plusz munka, plusz energia. Úgyhogy igen, ez lenne a cél, hogy minden fent legyen a honlapon, amiről egyébként törvény rendelkezik. Tehát, hogy ez, ez nagyon fontos kiemelni, hogy az átláthatóságot törvény szabályozza, ami megszabja, hogy miket kell felpakolni a honlapra, és hogyha ezek a dolgok fent lennének, akkor akkor nem fárasztanák az önkormányzatokat. Hát jó, csak ugye azért tegyük hozzá igazság kedvéért, hogy sok, tehát hogy húsba kötve táncolnak az önkormányzatok is nagyon sok esetben, tehát mint amíg a kormányülések nem nyilvánosak, most elvárjuk, hogy az önkormányzati ülésekről legyen fönn pontos jegyzőkönyv, és, időben legyen fönn, stb., és ugye az önkormányzat meg sok esetben ki van szolgáltatva, szóval azért ez sem könnyű, csak azt akartam mondani, hogy a társadalmi nyomásnak kell a felé lenni. Tehát én azért írtam azt, hogy, hogy akkor lesz átlátható az önkormányzati honlap, ha magammal indulok ki, hogy mit tudom én, húsz évvel ezelőtt eszembe nem jutott, hogy nézegessem. Tehát ugye így alakult az életem. De hogyha egy holland kisvárosban elérhető, akkor, akkor nekünk is magyar állampolgároknak, majd választópolgároknak azt kell mondani, hogy ez a minimum. Tehát, hogy szeretnénk tudni, szeretnénk látni. Tehát ezt nem csak a civil, elszánt civil egyesületeknek kell végezni, hanem, hanem a sok, -sok hanem a, kicsi állampolgár, az, kell, állampolgár, hogy legyen rá igénye fáradta, és elvárása. Az állampolgároknak, tehát egy pláne 120 ezer, tehát egy kisvárosban szerintem, szóval. hogy sokkal inkább tudja mindenki, mindenkiről, hogy ki kicsoda, és ha mondjuk a polgármester lánya Hirtelen hatalmas autóval jár, akkor az emberek csak úgy összecsogat. Ezért fontos igen az önkormányzat. Mert ott ugye... még rá, kérdezni, rá lehet kérdezni, számon lehet kérni, hogy a kormány tagja megszabban. A ez nem működik. Ez nem nem van évente egy uh -huh. közmeghallgatás, amit uh, most december 19-én volt, de már volt de december 22 re tették. Karácsony előtt nekem. 30 három-tól négyig. Nem, most ez ilyen sarkítva, de, de hogy... nálunk nem is volt. Tehát, tehát ez, ez kötelező. Nem. Tehát az évi egy, igen, online volt. Tehát kötelező. Ez... Írásba tehettél Igen, igen, igen. És hogyha nem <laughs> ja, igen, ez a köznéküli közmeghallgatás, nem ezek híresek. És akkor a polgármester kioktatja a lakosságot, és Miközben ez lehetne egy tök jó dolog, és mondjuk nálunk is város részenként kéne megtartani mert egyszerűen Füredi úti lakótelepen élőt, kevéssé izgatja, hogy a helmi mező villájban mi a probléma, hogy most a 7 kilométeres távolságról beszélünk. És lehetne város részenként tartani közmeghallgatást, mondjuk fórumot. szombat délután fórumot, igen. Egy, egy, egy aktív egy témában, igen. Az, azokban a témákban, hogy pár téma érdekli azokat az embereket. És ehhez képest évente vagy, van egy ilyen. Ahol a két órás időtomul egy órát a polgármester dicsekszik azzal, hogy mi mindent tett, és egy órában ugyanaz a tíz néni kérdezi a kutyás, hogy miért nincs kutya WC, a, a másik kérdezi, hogy miért az ablaka alá van téve, és, és az egész degradálódik egy ilyen szörnyű alapos szintre, és a polgármester utána közötte ja, és a bosnyák téri város most nem lehet kérdezni. Mm. És akkor a lakosok, hát ha nem lehet, akkor nem kérdezünk. De most már ugye el sem egy, mert senki nem az a tölteni az idejét, és akkor látni, hogy néha így kirohan valaki így dühből, mikor melege van, és, és, az egész így egy ilyen érdektelenségbe fullad, miközben ez lenne a kötelező arra, hogy egyszerre a lakosokkal tényleg szóba kell állni, és sikerült ezt is kiüresíteni, ezt az intézményt egy ilyen cinikus, szarkasztikus, lekezelő hozzáállással. Pedig ugye ez átláthatóságnak a leg, legközvetlen emberi találkozópontja lehetne. Igen, szemtől szembe kérdezni. Jó, lejárt a műsoridő, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Bodnár Zsuzsa a Gödért Egyesület képviseletében, Várnai László a Civil Egyesülettől, Erdély Katalin az átlátszótól, ez volt a K-Monitorral közös második podcastunk önkormányzati átláthatóság témában, és kérjük, hogy adjátok nekünk az adatok egy százalékát, hogy még sok ilyet csinálhassunk, illetve sok közérdekű adatot kérhessünk ki és írhassunk meg.